Elkezdődött az új év, tízezrek voltak éjszaka az utcákon, sok külföldi országtól eltérően itthon meg lehetett tartani a szilveszteri bulikat. A tenni akarás megerősödését kívánta a magyaroknak a köztársasági elnök újévi köszöntőjében. Áder János nyugalmat és egészséget hozó évet kívánt. Ezt jé a visszatérítés, minimálbér emelés, teljes 13. havi nyugdíj, több fontos változást is hoz a 2022-es év. Az új évben sincs megállás az oltási kampányban, ma is lehet menni oltásra a regisztráltaknak, a hónapban több oltási akció is lesz. Ez a híradó délben az M1-en és a Dunán. Jó napot kívánok, Ábrahám Viola vagyok. Jó hangulatban búcsúztatta Magyarország a 2021-es évet és köszöntette az új évet. A nagyobb településeken szabadtéri bulikat tartottak, koncertekkel, tűzijátékkal vagy fényfestéssel. Tízezrek voltak éjszaka az utcákon, sok külföldi országtól eltérően ugyanis itthon korlátozások nélkül meg lehetett tartani a rendezvényeket. Már kora este a tetőfokára hágott a hangulat Sopronban. A szilveszteri mulatságot az ikonikus tűztorony lábánál tartották. Családok, párok, baráti társaságok ünnepelték itt az év utolsó napját. Nagyon jó a buli, jól érezzük magunkat, anyuékkal és barátommal jöttünk itt. A tűzijáték mellett fényfestés, zenés programok és incsiklandozó étkek várták a látogatókat. Volt, aki azt mondta, ez volt élete eddigi legjobb szilvesztere. Mi, amiért kijöttünk, maga a vonzalom, a szeretet és az ünnep és a boldogság, amit adhatunk egymásnak. Én mindenkinek azt kívánom, hogy nagyon-nagyon boldog, békés boldog új éve legyen. Fergeteges volt a szilveszter éjszakája Egerben is, ahol utcabálon búcsúztatták az új évet. A dobótéren több ezren gyűltek össze, hogy együtt köszöntsék az új esztendőt. Hogyha a pandémia nem lenne, akkor most a madarasi Hargitán lennénk, de nagyon jól érezzük magunkat. Feltaláltuk itt magunkat itt a dobótéren. A fővárosi Vörösmarty téren szinte egy gombos tűt sem lehetett volna leejteni, annyian voltak. Azért vagyunk itt, mert itt mindig van tűzjáték, és hát azt várom az új évtől, hogy igazából minden úgy sikerülne, ahogy akarom. A magyarok mellett ezúttal is sok volt a turista, akik kihasználták, hogy itt korlátozások nélkül ünnepelhetnek. Tapasztalhatjuk azt, hogy ezek az emberek többségében azért jönnek most Magyarországra, mert itt szabadság van, könnyen, felszabadultan lehet bulizni, nincs korlátozás. Ehhez pedig az kellett, hogy sikeresen védekezzen az ország a járvány ellen. A világjárvány miatt 2020 szilveszterén itthon is elmaradtak a rendezvények, most viszont korlátozások nélkül lehetett ünnepelni. A tenni akarás megerősödését kívánta a magyaroknak a köztársasági elnök újévi köszöntőjében. Áder János azt mondta, bízik benne, hogy nem győz le minket a fásultság és a beletörődés. Úgy fogalmazott, az előttünk járó nemzedékek többször átéltek háborús időszakokat, amikor az életük nem a maga természetes rendje szerint alakult, mi pedig ma valahogy így vagyunk a világjárvánnyal. Hozzátette, mindenki türelme, figyelme és kitartása kell ahhoz, hogy mielőbb meg lehessen szabadulni a járvány nyomasztó fenyegetésétől. Az előttünk járó nemzedékek többször is átéltek háborús időszakokat, amikor az élet nem a maga természetes rendje szerint alakult. Amikor olyan kényszerítő erő hatott az emberekre, ami kivétel nélkül mindenki sorsát befolyásolta. Ma így vagyunk a világjárvánnyal, annak is immár a második esztendejével. Fogalmazott Áder János újévi köszöntőjében. A járvány hullámainak megfelelően jobb és rosszabb időszakok váltották egymást. És minden tervünk, célunk előtt ott sorjáztak a kérdések. Van-e értelme előre tervezni? Lehet-e ünnepelni, elutazni, táborozni? Mehetünk-e szalagavatóra, színházba, fesztiválra, rokont látogatni? Lesz-e munkánk? Egészségesek maradunk-e? Kell-e ismét aggódnunk szeretteinkért? Lesznek-e veszteségeink? A köztársasági elnök emlékeztetett, a járvány két esztendeje között az volt az óriási különbség, hogy 2021-ben már rendelkezésre álltak a védekezéshez szükséges eszközök. Az oltások lehetővé tették, hogy életeket mentsünk, hogy kevesebb korlátozással vészeljük át a járványt, hogy kevesebb legyen az áldozat.
Tavaly is sokan voltak, akik nem hagyták magukat, és győzni tudtak a tehetetlenség, a csüggedés felett, akik hálára és büszkeségre is adtak okot nekünk, magyaroknak. Ma a világ leginkább ünnepelt tudósa egy magyar kutató, Karikó Katalin. Az új generációs koronavírus vakcinához szükséges technológia kidolgozója. És ne feledjük a tokiói olimpia magyar bajnokait. Gondoljunk Szilágyi Áronra, aki a világon elsőként szerzett férfi kardvívásban 3 egymást követő olimpián egyéni aranyérmet. Az államfő úgy fogalmazott, gondoljunk azokra is, akiknek nevét sem tudjuk, pedig naponta 1000 szám adták be az oltásokat, fogták a haldoklók kezét, működtették a szociális intézményeket, óvták a biztonságunkat, védték határainkat, földet műveltek, szolgáltatást nyújtottak. Az új esztendőben is csak rajtunk múlik, hogy segítünk-e másokon. Elég, ha türelmesek vagyunk az ember feletti teljesítményt nyújtó egészségügyi dolgozókkal. Ha észrevesszük azokat, akik a járvány nehézségeiben megfáradva segítségre szorulnak, ha támogatjuk a koronavírus árváit, ha maszkot hordunk, és ha beoltatjuk magunkat, hogy megvédjük szeretteinket is. Áder János úgy fogalmazott, újévi naptárunkban még nem láthatjuk, melyik az a hónap, az a hét, az a nap, amikor végre felszabadulunk a járvány nyomasztó, fenyegető terhe alól. Mindannyiunk türelme, figyelme, kitartása kell ahhoz, hogy ez mielőbb megvalósuljon. Kívánom, hogy az új esztendőbe ne csak megmaradjon, de meg is erősödjön bennünk a tenni akarás. Hogy ne győzzön le minket a fásultság, a beletörődés. Áder János emellett nyugalmat és egészséget hozó békés 2022-t kívánt minden magyarnak. A kormány intézkedéseinek köszönhetően a magyar gazdaságot növekedési pályán tudták tartani. Erről beszélt a kormány szóvivő a közösségi oldalára feltöltött videóban, amelyben boldog új évet kívánt minden magyarnak, határokon innen és túl. Szentkirályi Alexandra azt mondta, a járvány ellenére is nő a gazdaság, nő a foglalkoztatottak száma. Hozzátette, a jó gazdasági teljesítmény teszi azt is lehetővé, hogy a járvány miatti 1000 milliárdos kiadások ellenére is folytatni tudják a béremeléseket. A kormány a járvány ellenére is minden feltételt megad ahhoz, hogy megőrizze Magyarország biztonságát, immár 8. éve biztosítjuk a határvédelmet. Brüsszel újabban már nem csak a migránsok betelepítését akarja ránk kényszeríteni, hanem azt is, hogy engedjük be az LMBTQ propagandát az óvodákba és az iskolákba. Előttünk áll a gyermekvédelmi népszavazás, amikor erről önök is elmondhatják véleményüket. Magyarországnak választania kell, hogy megyünk tovább ezen az úton előre, vagy visszatérünk a 2010 előtti kudarcos korszakhoz, amikor pénzügyi összeomlásról, munkanélküliségről, megszorításokról, rezsiemelésekről, adóemelésekről szóltak a hírek. Szerintem Magyarországnak előre kell mennie, nem hátra. Boldog új évet, Magyarország! Miskolcon született az idei első baba. A kisfiú éjfél után 4 perccel jött a világra, és a Szelim nevet kapta. Édesanyja 4. gyermekem. A fővárosban is kisfiú lett az év első újszülöttje. Zsombor 1 óra 15 perckor született a Semmelweis Egyetem Üllői úti részlegén. Az idén a korábbi évekhez képest kevesebben, de még így is 40-en kerültek detoxikálóba a fővárosban. Többségük viszonylag enyhe tünetekkel került kórházba, de voltak súlyosabb esetek is. A Honvéd kórházban pedig több olyan sérültet is ápolnak, akik ittasságuk miatt szenvedtek súlyos balesetet. Az országban összesen 181 embert, köztük 27 kiskorút kellett ittasság miatt kórházba vinni. Szinte ingajáratban hozták a betegeket a mentők szilveszterkor túlzott alkoholfogyasztásra utaló tünetekkel a Péterfi Kórház sürgősségi betegellátó osztályára. Reggel 7-ig összesen 27-szer kellett fordulniuk. Évfél után volt olyan, hogy a toxikológiai osztálytól egészen a kórház kapujáig álltak a mentőautók. Összesen 31 beteget vettek fel, közülük többen súlyos állapotban kerültek kórházba. Az éjszakának a győztesei, vagy inkább vesztesei azok a hölgyek lettek.
tehát hogy a női kórtermeink azok abszolút megteltek az éjszaka során, és azért inkább éjjel a fiatalabb populáció, a fiatalabb betegek érkeztek hozzánk, napközben pedig inkább a 18 felettiek, az idősebbek. A főváros másik nagy detoxikálójában, a Honvéd Kórház sürgősségi osztályán is eseménydús volt a szilveszter. Éjszaka 8 részeket hoztak be a mentők. Volt, akit az utcán magatehetetlen állapotban találtak meg. Két fiatal azért került kórházba, mert ittasságuk miatt súlyos fejsérülést szenvedtek. A balesetben is az egyikük fiatal volt, illetve az ellátottak közt igen, most a hátam mögött zajló ellátás is föltetően egy alkohol eredetű elesés, tehát alkoholos befolyásoltság miatti elesés és ebből elszenvedett koponya sérülés, ami miatt életveszélyben van a sérültünk. Budapesten az elmúlt 24 órában összesen 40-en kerültek detoxikálóba. Országosan a szilveszteri túlzott alkoholfogyasztás miatt a mentőszolgálat 181 embert, köztük 27 kiskorút vitt kórházba. A boltok többsége ma zárva tart, élelmiszert csak a kisebb boltokban és a benzinkutakon lehet venni. A gyógyszertárak közül csak az ügyeletes patikák vannak nyitva. A vonatok és a buszok a munkaszüneti napra érvényes menetrend szerint közlekednek. Már nem lehet használni a szilveszterre vásárolt tűzijátékokat, a határidő 6 órakor lejárt. A hibás vagy fel nem használt termékeket január 5-éig kell visszavinni a kereskedőnek, aki köteles azokat visszavenni. A koronavírus járvány miatt Kárpát-medence szerte csendesebb volt a szilveszter, mint a pandémia előtti időkben. Több helyen a korlátozások miatt csak szűk családi vagy baráti körben szórakozhattak az emberek. Erdélyben és Kárpátalján viszont ezúttal is kétszer ünnepelték az új évet a magyarok, először helyi idő szerint, majd utána a magyarországi éjfélkor. Ukrajnában az elmúlt években változó intenzitásúak voltak a szilveszteri bulik. 2014 után az ország keleti részében történő konfliktus miatt maradtak el a tűzijátékok, majd később a pandémia miatt volt csendesebb az ünnep. Mostanra viszont ismét a szabadtéri pezsgőzések és a házi bulik vették át a főszerepet. Kárpátalján az a szokás, hogy ha vegyes a társaság, akkor kétszer kocintunk, egyszer az ukrán új évre, egyszer a magyarra. Kárpátaljai különlegesség, hogy ott kétszer is ünnepelnek szilveszterkor, hiszen az ország hivatalos időszámítása egy órával eltér a közép-európaitól. Tehát 23 órakor és éjfélkor is kocintanak az emberek. Mások pedig egy különleges szokás miatt harmadszor, még két hét múlva is. Akkor van ugyanis az ortodox új év. Így aki lemarad a szilveszterezésről, január 13-án még megteheti, legalábbis a Julianus naptár szerint. Romániában a lazább járványügyi korlátozásokat kihasználva több nagyvárosban is szerveztek újév búcsúztató rendezvényeket. Európa több nagyvárosához hasonlóan viszont Kolozsváron is elmaradtak a szabadtéri események. Visszafogottabb ünneplésre ugyanakkor a kincses városban is volt lehetőség. Az újév utolsó perceiben sokan azt mondták, a járvány nehézségei ellenére is tartalmas évet zártak. Számomra ez az év a találkozások éve. A december körül történt meg tulajdonképpen, amire nem számítottam. Egy számomra nagyon fontos találkozásról van szó, ami a magánéletemet érinti. Szlovákiában visszafogott ünnepléssel szűk családi vagy baráti körben búcsúztatták az új évet. Bár a járvány visszaszorulóban van, a korlátozásokat szilveszterre sem oldották fel. Az esti órákban kiürültek az utcák és a terek, elmaradtak a szabadtéri mulatságok, utcabálok és a szilveszteri tűzijáték is. Elmaradt a szórakozás, a közös ünneplés és visszaszámlálás. A vendéglátóhelyek zárva maradtak. A síközpontok és a szállodák csak beoltott vagy gyógyult vendégeket fogadhattak, de este 8 óra után azokban is minden elhalkult. Az éjszakai kiárási és gyülekezési tilalom miatt a hotelekben sem tarthattak mulatságokat. A vendégházokban is csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők szállhattak meg. Az óév búcsúztató istentiszteleteken, szentmiséken is csak a beoltottak vehettek részt. Szerbiában országszerte több városban ugyan lemondták az újévi köztéri mulatságokat, ugyanakkor a szórakozó helyeken és az éttermekben már napokkal ezelőtt lefoglalták a helyeket. Szabadka környékén is teltházas szilveszteri mulatságok voltak a vendéglőkben.
Bár Szabadkán elmaradt a köztéri újévvárás, szilveszter éjszakáján sokan összejöttek a város központjában az esti órákban. Pontban éjfélkor a délvidéki magyarok többsége a visszaszámlálást követően a magyar himnuszt végighallgatva kocintottak egy új és boldogabb 2022-es év reményében. Világszerte más-más módon ünnepelték az emberek az új esztendő beköszöntét. Volt, ahol szabadon, mindenféle járványügyi óvintézkedés nélkül, de olyan is, ahol egyáltalán nem lehetett szilveszterezni és nagy bulival köszönteni 2022-t. Felemásan sikeredtek a szilveszteri partik Európa szerte. Volt, ahol szinte nyoma sem volt az ünneplésnek. A kormányok arra kérték az embereket, hogy a koronavírus omikron variánsának gyors terjedése miatt visszafogottan ünnepeljenek, lehetőleg szűk körben. Berlinben a brandenburgi kapunál idén nem volt tűzijáték. A város többi részén azért felrepült néhány rakéta, és a hagyományos utcabálak is elmaradtak. Párizsban semmilyen tűzijáték nem volt, a francia hatóságok szerint az emberek nem tudták volna távolságot tartani egymástól. A főváros híres sugárútján, a Champs-Élysées-en azonban ezrek gyűltek össze, hogy ott várják 2022-t, ám semmiféle alkoholt nem lehetett fogyasztani, ezt szigorúan megtiltották. Az éttermekben és a bárokban teltház volt, ezeken a helyeken ugyanis szabadon lehetett ünnepelni. Olaszországban a rekordszámú fertőzött ellenére szilveszterkor megteltek Róma utcái. A Kolosseumnál sokan nézték végig a tűzijátékot. Az olasz hatóságok több nagyvárosban azonban egyáltalán nem engedélyezték sem az utcai mulatozást, sem az újévi tűzijátékot, sőt megtiltották a házi bulikat is. Madrid azon kevés európai városok közé tartozik, ahol szilveszterkor semmilyen korlátozás nem volt érvényben. A spanyol fővárosban tűzijátékkal és utcabálokkal búcsúztatták az óévet. A helyi hagyomány szerint, amint éjfelet ütött az óra, az emberek elővették a náluk lévő csomagolt szőlőt, amelyből mindenki 12 szemet evett, mert úgy tartják, ez szerencsét hoz. A legnagyobb és leglátványosabb tűzijáték nem Európában, hanem immár hagyományosan Dubájban volt. A világ legmagasabb épülete, a Burj Khalifa volt a fényjáték központja, amely fél órán keresztül világította meg az emirátus egét. Turisták ezrei nézték a környező épületekből, terekről vagy jachtokról az elképesztő látványt. Nem maradtak el a látványos ünnepségek Pekingben sem, ott az olimpiai komplexumot világították ki. Hongkongban pedig egy a kikötőben épített új színpadról a város leghíresebb művészei adtak új évköszöntő koncertet. Bangkokban is látványos tűzijátékkal búcsúztatták 2021-et. A dél-kelet-ázsiai ország már a turistákat is visszaengedte, ők is láthatták a főváros legmagasabb toronyházából kilőtt rakéták fényét. Százezrek ünnepeltek együtt Rio de Janeiro híres strandján a Copacabanán. A hosszú tengerpart egyetlen hatalmas utcabállá változott, ahol, aki csak tehette, fehérbe öltözve ünnepelt. A hagyományok szerint az új évet fehér ruhában kell köszönteni, ekkor teljesülhetnek ugyanis azok a vágyak, amiket az emberek kitűznek maguk elé. New Yorkban több tízezer ember ünnepelt együtt a Times Square-en, ez a szám jelentősen kevesebb annál, ahányan a járvány előtti időkben szilvesztereztek a világváros ikonikus terén. A tömeg együtt számolta vissza az új év utolsó másodperceit, miközben leereszkedett a hatalmas kristálygömb, ami az új év beköszöntét jelezte. Az egybegyűltek konfetti esőben köszöntötték 2022-t. Szolidaritásra szólította fel a világ népeit Ferenc pápa új év alkalmából. A világjárvány kapcsán arról beszélt, hogy bár a körülöttünk lévő problémák nem szűntek meg, de nem vagyunk egyedül. A világ vezető politikusai is megtartották hagyományos újévi beszédeiket. Ezek témája szinte kivétel nélkül a koronavírus járvány elleni küzdelem volt. A koronavírus fogja meghatározni Németország következő évét, ezt mondta pénteken sugárzott újévi beszédében a német kancellár. Olaf Scholz azt ígérte, januárban 30 millió oltást adnak be, és reményei szerint jövőre már tényleg legyőzik a vírust. Afelől ugyanakkor nem hagyott kétséget, hogy újabb korlátozásokat is tervez a kormány. A következő hetekben újabb korlátozásokkal csökkentjük az emberek közötti kapcsolatokat. Ez azért van, mert a vírust most sokkal gyorsabban terjed, mint bármikor korábban. Kérem a maguk és a családjuk érdekében, vegyék komolyan ezeket a korlátozásokat, mondta Olaf Scholz.
Franciaország az új évben is nehéz helyzet elé néz, miután az elmúlt 24 órában ismét rekordszámú új fertőzöttet regisztráltak, hangsúlyozta ünnepi beszédében a francia elnök. Emmanuel Macron szerint a napi 200 ezer beteg azt jelzi, hogy az omikron variánshoz köthető fertőzési hullámnak Franciaország az egyik epicentruma. Ezért oltásra buzdította az embereket. A védőoltás a legjobb eszköz arra, hogy csökkentsük a fertőzés terjedését, valamint a súlyos esetek számát. Ezért ismét felszólítom az 5 millió be nem oltottat, hogy tegyék meg ezt az egyszerű gesztust önmagukért, polgártársaikért és országunkért, mondta Emmanuel Macron. Három évig tartó felújítás után a londoni Big Ben először harangozta be az új évet az Egyesült Királyságban. A hagyományosan ezt követő tűzijátékot azonban törölték. A brit kormányfő újévi beszédében kiemelte, idén sokkal jobb a járványhelyzet az országban, mint tavaly ilyenkor volt, valamint köszönetet mondott mindazoknak, akik már harmadszor is beoltatták magukat. És most szeretnék közvetlenül szólni mindazokhoz, akik még nem kapták meg a teljes oltást, és azt hiszik, hogy ez a betegség nem foghat ki rajtuk. De nézzék meg azokat, akik most a kórházak intenzív osztályaira kerülnek, azoknak a nyomorúságos és felesleges szenvedését, akik nem adatták be maguknak a harmadik védőoltást, mondta Boris Johnson, és arra kérte az érintetteket, hogy a harmadik oltási dózis beadatása legyen az újévi fogadalmuk. Kínában munkasikerekkel búcsúztatták az új évet. A kísérleti fejlett szupravezető Tokamak közismertebb nevén a mesterséges nap először szilveszter napján fény lett, több mint egy másodpercen keresztül. Xi Jinping elnök beszédében méltatta a kínaiak szolidaritását és értékelte hazája fejlődését. Komoly erőfeszítéseket tettünk az év folyamán, és ezek által hatalmas eredményeket értünk el. Kína erős volt és dinamikus, minden nappal továbbfejlődött, hála barátságos és tiszteletre méltó polgárainak, mondta az elnök és hozzátette. A hamarosan kezdődő téli olimpia ennek a kitartó munkának lesz a méltó gyümölcse. Az orosz nemzet összetartását és az orvosok, illetve egészségügyi dolgozók erőfeszítéseit méltatta a koronavírus járvány elleni küzdelemben Vlagyimir Putyin orosz elnök újévi beszédében, amelyet elsőként Oroszország távol-keleti felében sugároztak a televíziók, órákkal azelőtt, hogy Moszkvában is éjfél lett. Hatalmas kihívásokkal kellett szembenéznünk, de a szolidaritásunknak köszönhetően megtanultunk ilyen nehéz körülmények között is élni és megoldani a problémákat. Folytatnunk kell a küzdelmet a járvánnyal szemben, aminek még nincs vége, figyelmeztetett Vlagyimir Putyin, és együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Ferenc pápa péntek délután tartotta évvégi hálaadását a vatikáni Szent Péter bazilikában. A katolikus egyházfő beszédében dicsérte azokat, akik felelősséggel és szolidaritással reagáltak a világjárványra. Ez a járvány időszak csak világszerte fokozta az eltévejedettség érzésünket. De hála Istennek újból felelősségtudattal reagáltunk, mert a közös felelősség választása nem a világtól jön, hanem Istentől, fogalmazott a katolikus egyházfő. A világjárvány miatt Ferenc pápa idén a Szent Péter téri betlehemi jászolhoz sem látogatott el. A bazilikában tartott esti imán is csak néhány százan vehettek részt. A családosoknak, a fiataloknak és a nyugdíjasoknak is sok változást hoz 2022, hiszen a kormány intézkedéseinek köszönhetően jelentős juttatásokban részesülnek. A vállalkozásoknál idén az adócsökkentések miatt nagyjából 750 milliárd forint marad, amiből előteremthetik az idei béremelésekhez szükséges fedezetet. Mától ugyanis 20-20%-kal emelkedtek a legkisebb bérek is. A családok talán a legnagyobb nyertesei az új évnek. A kormány ugyanis visszatéríti számukra a tavaly befizetett személyi jövedelemadójukat. Így összesen csak nem 600 milliárd forint plusz bevétellel számolhatnak. Ha el tudjuk érni az 5,5%-os növekedést, akkor a gyermeket nevelő szülőknek 22. január-februárjában egyszerűen adjuk vissza azt az adót, amit befizettek a 21-es év során a költségvetésbe. A miniszterelnök tavaly nyáron beszélt arról, hogy a családokat megviselte a koronavírus járvány miatti válság, és hozzá kellett nyúlniuk a tartalékjaikhoz, ezért is segít a kormány rajtuk.
Az intézkedése például egy általános iskolás gyereket nevelő szülő, aki igénybe veszi a családi adókedvezményt, akár több mint 630 ezer forintot is visszakaphat idén februárban. A 25 év alattiak számára is jól indul az új év, hiszen a gazdasági jó teljesítményének köszönhetően idén már nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a bruttó nemzetgazdasági átlagbérig. Ez 433 ezer forintnál picivel több, nem kell adót fizetniük a jövedelmük után. Sok teendőjük a fiataloknak nem lesz, ugyanis a munkáltatók saját maguk tudják, hogy a náluk dolgozó munkavállalók mennyi idősek, így aki nem töltötte még be a 25. életévét, akkor nekik nem fognak adóelőleget vonni a havi keresetükből. Az adómentesség miatt a 25 éven aluliak nettó jövedelme nagyjából 22%-kal emelkedik. Európában csak Lengyelországban van még ilyen lehetőség. Az új év utolsó napján is sok nyugdíjast lehetett látni a piacokon. Számukra is sokat jelent 2022, hiszen több mint 10 év után visszakapják a 13. havi nyugdíjukat. Fontos, hogy az érintettek már januárban több ellátást kapnak, mint tavaly decemberben, hiszen a kormány a várható infláció mértékével, azaz 5%-kal megemelte a nyugdíjakat. A híradónak korábban nyilatkozó elemző arra hívta fel a figyelmet, hogy nem csak az idősek kapnak plusz pénzt, hanem a nyugdíjszerű ellátásban részesülők is, vagyis nagyjából 2,5 millióan kapják vissza 13. havi illetményüket. Eredetileg az volt a terv, hogy két heti nyugdíj kerül kifizetésre, de ugye az a döntés született, hogy nem csak két heti, hanem a teljes havi nyugdíjat kifizetik, így ez 160 milliárd forint helyett 320 milliárd forintos kiadást jelent a költségvetésnek. Hogy ezt a nyugdíjasok mire fordítják, hát lesz, aki költ belőle, tehát a fogyasztást növeli, és lesz olyan is, aki megtakarít, és például állampapírt vásárol. Az, aki eddig 153 ezer forint körüli, az átlagnak megfelelő nyugdíjat kapott, annak januárban csak nem 161 ezer forintra emelkedik a járandósága, ami azt jelenti, hogy idén februárban még egyszer ennyi pénzt kap, összesen nagyjából 322 ezer forintot. A minimálbér és a garantált bérminimum összege is emelkedett január 1-től 200 ezer, illetve 260 ezer forintra. A kormány annak érdekében, hogy a bérek növelése ne okozzon gondot a cégeknek, 2022-ben adócsökkentésekkel mintegy 750 milliárd forintot hagy a vállalkozásoknál. A legkisebb bérek emelése egyébként azért is fontos, mert felfelé húzza a többi bért is, vagyis a minimálbér és a szakmunkás minimálbér emelése közvetlenül mintegy 2,5 millió embert érint, közvetve viszont szinte mindenkit, aki dolgozik, azaz 4 millió 700 ezer munkavállalót. A kormánypártok a magyar emberek mellett állnak a nehéz időkben is. Erről beszélt a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István azt mondta, ezért döntöttek úgy, hogy a válság idején plusz támogatásokat adnak a magyar embereknek és a magyar vállalkozásoknak. Emlékeztetett, a baloldal nem szavazta meg egyik intézkedést sem. Hozzátette, ha a baloldal ismét kormányra kerülne, akkor Brüsszel akarata szerint ismét a multik oldalára állnának. Eltörölnék a rezsicsökkentést, a minimálbér emelést, valamint a 13. havi nyugdíjat, beengednék a bevándorlókat és teret adnának az LMBTQ propagandának. Idén 2022-ben tudjuk, hogy Magyarország egy fontos döntés előtt áll. A kérdés az, hogy megyünk-e tovább előre azon a közösen megkezdett úton, amelyen elindultunk, vagy visszatérünk a 2010 előtti kudarcos korszakhoz, a múlthoz. Ugyanis a baloldal nem változott semmit, ők a múlt, most is ugyanazok akarnak visszatérni a hatalomba, akik egyszer már a csőd szélére sodorták az országot. Ne hagyjuk nekik idén sem, hogy ezt megtegyék, hiszen Magyarországnak előre kell mennie, nem hátra. Az új év első napján is folytatódik itthon az oltási kampány. Ma délután 4-ig várják azokat, akik előre regisztráltak és időpontot is foglaltak. Jövő héttől pedig ismét lesznek oltási akciónapok. Januárban minden héten csütörtöktől szombatig várják majd azokat, akik időpontfoglalás nélkül helyszíni regisztrációval szeretnék felvenni a védőoltást. Az akciónapokon az első, a második és a harmadik vakcina is kérhető lesz. Sokan kezdték oltással az új évet Győrben. Egyesek babonából, hogy egészségesek legyenek, mások egyszerűen csak tudatosságból. Maradt két napom, hogyha esetleg kidőlök, akkor ki tudjam pihenni magamat.
Az oltócsapatok folyamatosan, rendületlenül dolgoznak még január 1-én is. Délután 4 óráig azok kaphatják meg az injekciót, akik korábban regisztráltak. Vasárnaptól ismét a megszokott nyitvatartással üzemelnek az oltópontok, januárban pedig minden héten lesz oltási akció, csütörtökön és pénteken délután, valamint szombaton egész nap. Országszerte 215 helyszínt jelöltek ki, a kórházak mellett járási központokat, de ahol szükséges, újra munkába állnak az oltóbuszok, és az önkormányzatok is segítenek az embereknek eljutni a házi orvoshoz vagy a legközelebbi oltópontra. A Petszaladár Egyetemi Oktatókórház felkészült. A jövő hét első fele az szokás szerint annak megfelelően történik, ahányan és amilyen oltóanyagokra időpontot foglaltak. Majd csütörtöktől kezdődnek az akciónapok, ugye csütörtök délutántól péntek délután, illetve szombaton 10 órától 18 óráig szabadon lehet jönni. Olyanok is jöhetnek, akik nem foglaltak időpontot. Minden nehézség ellenére a járvány Magyarországot nem törte meg, jelentette ki a kormány szóvívő a kormány közösségi oldalára feltöltött videóban. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, hazánkban a lakosság nagy része már be van oltva. Sok nehéz hónapon vagyunk túl a járvány miatt. A vírus nem csak az egészségünket, hanem az eddig elért gazdasági sikereket, a munkahelyeket, a közösségi életet is megtámadta. Minden nehézség ellenére Magyarországot nem törte meg a járvány. Minden beteget el tudtunk látni, mindenkinek jut vakcina, mára a lakosság nagy része felvette az oltást, a többség már a megerősítő oltást is. Tavaly január 1-én a beoltottak száma épp, hogy meghaladta az 5000-et, most arra már közelít a 6.300.000-hez. Ha pedig az összes beadott dózist nézzük, akkor egy év alatt több mint 15 millió vakcinát adtak be itthon. Egy Birdie Collie nevű kutyafajta lett 2021-ben Európa legjobbja. Tegnap zárult az Európa Kutya Kiállítás a Hungexpón, több mint 50 országból jöttek résztvevők és vendégek. A vezetőbíró azt mondta, az Európa Bajnok Kutya kiválasztásánál a megjelenés mellett vizsgálták a kutya habitusát, és hogy mennyire lenne alkalmas arra a feladatra, amire eredetileg tenyésztették. Az utolsó napon is hatalmas volt az érdeklődés az Európa Kutya Kiállításon. Idén 54 országból mintegy 20 ezer kutya és gazdája érkezett az eseményre. A hazai kutyatenyésztők is nagyon várták az eseményt, hiszen most itthoni terepen léphettek kedvenceikkel a zsűri elé. 2,5 év után mi vagyunk az elsők, sajnálatos módon a pandémia tolta-tolta a rendezvényeket, és a Természet és Vadászati Világkiállítás záró rendezvényeként itt Budapesten a világ kutyásait köszönhetjük. Tudnék, nem csak Európából érkeztek nevezéseink. Az első két napon nem csak a helyszínen volt óriási az érdeklődés, hiszen csaknem 190 ezer ember követte élőben a kiállítást az interneten. A pénteki zárónapon választották meg a kiállítás abszolút győztesét, Európa bajnok kutyáját. A Nemzetközi Kinológiai Szövetség elnöke elmondta, a verseny fő győztesének kiválasztása nem csupán a külső alapján történik. Ez nem szimplán egy szépségverseny. Itt vizsgáljuk a kutyák alapvető temperamentumát, fajtára jellemző vérmérsékletét. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy csak szépségre törekvő verseny. Megnézzük, hogy az a kutya, ami előttünk áll és amit bírálunk, alkalmas-e, vagy alkalmas lenne annak a funkciónak az elvégzésére, amire 100-200 évvel ezelőtt kitenyésztettek. Az Európa Kutya Kiállítás az őszi budapesti vadászati világkiállítás záró eseménye volt. Érdekesség, hogy 50 évvel ezelőtt ugyancsak egyszerre rendeztek Magyarországon vadászati világkiállítást, és akkor a világon elsőként kutyavilágkiállítást is, aminek akkor is szintén Budapest adhatott otthont.